Októberben születhet döntés az RMDS és a két kisebbik erdélyi magyar párt összefogásáról. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint erre most már adottak a feltételek. Az RMDS március végén írta alá az együttműködési megállapodást az Erdélyi Magyar Szövetséggel és a Magyar Polgári Erővel. Azt azonban ki kell emelni, hogy nem hárompárti megegyezésről volt szó, külön-külön kötött megállapodást a szövetség a két kisebbik erdélyi magyar alakulattal, az egyesség pedig kiterjed az idei parlamenti választásokra is. Úgy tűnik, ennek érvényesítésére most már adottak a feltételek. Augusztusban azonban még másképp álltak a dolgok, nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Volt a nyár közepén egy kis probléma, ugyanis azt nem tudjuk mi elfogadni, hogy az EMS és a Mi Hazánk szövetségben van, mert egy súlyosan antiszemita párttal szövetkező magyar erdélyi magyar párt az nem tud az RMDS-nek a szövetségese lenni. Ettől a párt elnöke elhatárolódott, és azt gondolom, hogy elhárult az az akadály, amelyet én augusztusban egy kikerülhetetlen akadálynak láttam. A magyar-magyar összefogásról októberben születhet meg a döntés a jelöltállítási folyamat lezárását követően, és erre a szövetségi állandó tanácsnak kell majd rábólintania. A 4 évvel ezelőtti megállapodás értelmében Zakariás Zoltán és Kulcsár Terza József az RMDS listáján indultak, mindketten a parlament alsóházi frakciójának a tagjai.